Központi helyen a legkisebb utcában épült meg Kárász új játszótere. Kezdetben a Central Parknak nevezett kis terület valósult itt meg, ahol piknikezni is lehet, aztán mellette a fitness park, mely szerencsés módon a pandémia ideje alatt létesült számos edzőgéppel. Miközben férfiak esetleg iszogatnak, vagy kártyáznak, vagy beszélgetnek a filagóri alatt, a hölgyek testedzést végezhetnek, és még a gyermekeik is most ezzel a pályázata megvalósult játszótért esetében tulajdonképpen igénybe vehetik. Tehát egy egész családi generációkat átölelő kis utcácskánk lett itt. Korábban volt egy mesekertjük, de a 14 éves előregedett játékok életveszélyessé váltak, ezért le kellett bontani azokat. Tavaly viszont lehetőség kínálkozott a Magyar Falu Program keretében pályázniuk, és így 5 millió forintot nyertek ennek a játszótérnek a megvalósításához. Ehhez a Kárászi önkormányzat 10% önerőt biztosított, melyben a játékok ütéscsillapítójának elkészítését vállalták fel közmunkások alkalmazásával. A szürke homokot is saját pénzből vásárolták meg. És ennek köszönhetően sikerült a játszóteret itt kialakítanunk Kárászon. Ha jól tudom, Kárászon még nem volt soha igazi játszótér, és ez egy játszható játszótér jobban, mint az a mesekert volt, hogyha lehet ezt mondani. Amit még elmondanék, hogy nagyon örülünk mindig minden pályázati forrásnak, de különösen olyannak, amit a gyerekek tudnak használni, és a gyerekeket tudjuk talán itt helyben tartani, annak még jobban örülünk. A most megépült vadonatúj, minden uniós elvárásnak megfelelő játszótér egy hiánypótló beruházás a Baranya megyei Kárász életében. Erre a területre a szomszéd falvakból, Magyaregregyről, Vékényből, Szászváról is jártak már itt családok, akik mostantól a játszóteret is kihasználják a helyiek mellett.